Jó estét kívánok! Önök a Szeged Televízió véleményműsorát, a Szabad Szájat látják. Ez az a műsor, ahol hárman három témáról 30 percben lehet, hogy háromféle vélemény hangzik el. De hisz tudják, a hír szent, a vélemény szabad. És most bemutatom mai vendégeinket, Olá János közgazdászt. Jó estét kívánok! Mihály Kedvin, Momentum szegedi elnökét. Jó estét kívánok! És Kékesi Márk civil aktivistát. Jó estét kívánok! És akkor lássuk mai első témánkat. Túl messzire ment a Szegedi Egyetem rektorhelyettese, amikor nemzeti lábakra akarta állítani intézményét, és arról beszélt, hogy a város semmibe veszi őket. Vagy a Dél-Magyarország újságírója ment túl messze, és eltorzította a szavait? Minden esetre a tudósítás nyomán kitört a botrány. Az egyetem számos oktatója és a természettudományi kar tiltakozott, a város alpolgármestere pedig sorolta a támogatásul adott 100 milliókat. Közösségi oldalán Zakar Péter, a vihart kavaró rektorhelyettes még aznap azzal védekezett, hogy rosszul nézték szavait. Egy dologban elismeri, hogy tévedett, a jegyző nem illetékes a tüntetések engedélyezésében, a Dél-Magyar persze visszalő, ők pontosan idéztek, megvan a felvétel, de nem tették közzé. Zakar nem nyilatkozik, a rektor nem nyilatkozik, csak 7 nappal később ad ki egy közleményt, nincs semmilyen ügy, a rektorhelyettes urat félremagyarázták, továbbá azt írja, hogy az oktatók ne politizáljanak. Az utolsó mondatban elhangzott, hogy az oktatók ne politizálnak, de politizálhat-e egy rektor helyettes? Nem is olyan rég volt hallgató, mit mond erre? Hát azért én nyilatkoztam már ebben a témában az elmúlt hetekben, szóval azt gondolom, hogy Zakar Péternek nem azzal kellene foglalkoznia szerintem, hogy a diákoknak milyen politikai véleménye van, vagy azzal, nem is azzal kéne foglalkozni, hogy kikivel házasodhat össze, és kikivel nem házasodhat össze, hanem azzal kellene foglalkoznia szerintem, hogy az egyetemen kréta, legyen vetítő, legyen megfelelő körülmény oktatás-kutatás szabadságának a biztosításához. Ez lenne az ő feladata, ezzel kellene foglalkoznia. A rektornak pedig, hogyha nem tudja, mi történt pontosan ebben a kérdésben, akkor kérje ki a Dél-Magyarországtól a hangfelvételt, a szenátus előtt mutassák be ezt a hangfelvételt, a szenátus döntse majd el, hogy ezzel az egész üggyel kapcsolatban akkor most van ügy, vagy nincs ügy. Lehet ebben tisztán politizálni, csak akkor nem mi kéne ismásolni, hogy a rektor úr csinálja ebben a kérdésben. János, hogy látja, van ügy? Nincs ügy, hát mondta is a rektor úr, hogy tulajdonképpen megoldódott a probléma, félre értelmezték, és tényleg van így, hogy nem is szándékosan, ez ugye mint egymás fülébe sogunk, én most itt a Márknak sogok a fülébe, körbe megy, és akkor egész más jön ki. Újságíróknál is előfordul, ez nem a Dél-Magyar kritizálnám, de elképzelhető, hogy nem pontosan úgy idézték, vagy nem pontosan úgy, ahogy olyan kontextusban, ahogy ugye a Zakar Péter úr mondta, ő is egyébként jelezte, hogy mondjuk teszi ő a dolgát, tehát nem kell megmondani, hogy mit tegyen, azért rektorhelyettes. De valamiért nem nyilvánul meg, hiába keresték a De kormány. Ugye a ellenzék megint árnyékre vetődött, én úgy látom. És akkor, próbálják a habot verni, de nem kell. Tehát sokkal rosszabb ugye kommunikáció szempontból, hogy ő belemegy egy ilyen vitába, ami ki hogy mondta, mikor, miért. Én azt gondolom, hogy ez így pont. Ami Eszterházy Péternek szokták tulajdonítani azt a gondolatot, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá. Én ezzel egyetértek. Én azt gondolom, hogy az ellenzék valóban rárepült erre a néhány mondatra. Nem gondolom, hogy ez nagyon kiragadott lenne, mert Zakar Péter ugyanebben a témában korábban a Magyar Hírlapnak és talán a Demokratának nyilatkozott, szinte ugyanezeket a frázisokat használva, amiket ebben akkor vissza az első kérdésemre, hogy akkor politizáljon, vagy éppen nem? Én azt gondolom, hogy igen, tehát a közéleti kérdéseknek, a társadalmi kérdéseknek nagyon is van helye az egyetem falai között, a pártpolitikai csatározás soknak kevésbé. Én azt gondolom, hogy azért mondtam azt, hogy ne menjünk egy bizonyos szint alá, mert ebben a kérdésben mind az ellenzék, mind a azt gondolom ki lehet mondani, hogy az egyetem mostani vezetése azért így értékrendjét és szívét, lelkét tekintve közelebb áll a mostani kormányhoz. Túlment a célon, tehát a rektornak a mostani nyilatkozata túltolták, is nagyon kínos, túltolták. Az ellenzék részéről is voltak olyan megnyilvánulások, amik túltolták ezt a dolgot. Tehát ez a szint, amikor visszük az egyetemen kívülre, és sajton keresztül üzengetünk majd, azt mondjuk a másiknak, hogy ne üzengessen a sajton keresztül. Tehát akkor se a rektor helyettes, se az oktatók. A rektor helyettesnek ez a nyilatkozata a korábbiakkal együtt fölöttébb kínos. Tehát én azt gondolom, hogy nem érti, hogy mi egy tudományegyetemnek a lényege. Egyébként azt gondolom, hogy nyilvánvalóan érti, természetesen. Valószínűleg egy államtitkár jelenlétében, egy plébánián egy picit elragadtatta magát, és valószínűleg a szervilizmus beszélt belőle. Ez rektor helyettesként mindenképp kínos. Az erre adott eltúlzott ellenzéki reakciók Hogy milyen feszültségek munkálhatnak ott a háttérben, ez talán az is jellemzi, hogy a
a héten, amikor ezt a műsort szerveztük, szerkesztettük, akkor két olyan szereplőt is hívtunk, aki végül lemondta pont emiatt, a téma miatt, hogy milyen ott a hangulat az egyetemen, mit lát ki. Hát én azt gondolom, hogy most egy vita indul meg arról, hogy egyetemet hogyan építsük a jövőben, hogy mi legyen az egyetemünk, amit igazából mai hallgatóké, korábbi hallgatóké, oktatóké és professzoroké egyaránt, mindannyiunké, akkor egy vita induljon meg erről. A rektor helyett azt mondja, hogy egyetem nemzeti alapokon álljon, de lehet igazából más nézőpont is, ami ebből a kérdésbe felvető. Mondják el a korábbi rektorok, mondják el a korábbi dékánok, mondják el a oktatók és hallgatók is, hogy ők mit szeretnének. És biztosok mindenkit, hogy nyugodtan hajtson, mondja el a véleményt ebben a kérdésben, álljon ki és mondja el a véleményét. És akkor félelem van? Vagy... Én nem hiszem, hogy félelem van. Egyszerűen csak ki kell nekinek mondani azt nyugodtan, hogy a rektor helyettesnek lehet, akkor lehet másnak is elmondani a véleményt ebben a kérdésben. Mindenkit biztosok, hogy mondja el a véleményt. Nincs is azzal gond, hogyha a rektor helyettes úgy gondolja, hogy nemzeti alapokra helyezi. De ezt János, nem is mondani már, kell, hanem akkor, csinálni, akkor hogyha ezt tényleg már, így hogy gondolja. Milyen az a nemzeti alapra helyezett egyetem. Hát ezt meg kell kérdezni a rektor helyettes úrtól. Én azt hittem, hogy felvilágosodott. Nem, hogy a nemzeti tudatot azt erősítjük, szerintem ez van benne, és ez teljesen helyén való. Tehát, hogy én meg... De már ahol... De az helyén való is, hogyha ezt mondja a rektor. Ez helyén való is, de azt mondja, hogy az ellenzéki érzelmű diákokat kell nemzeti alapra helyezni, ne legyenek ellenzéki. Azt nem mondta, és ezt nem is tudja megcsinálni, és nem is tudja megcsinálni, tehát azt, és a visszatérve ahhoz, hogy oktató politizáljon vagy ne, azzal, hogy kiáll valaki előadást tartani, azzal már akárhogy nyilvánul meg, azzal mintát ad politikailag, bár emberileg mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy ennek helye van. Így, ahogy már mondta, hogy nincs a párpolitikai csatározásoknak, és annak nem is volt sosem az egyetemen helye. De ez nem, de is, ez az belelóg, az nem is az egyébként. Belelóg abba, azért itt nem kell nagyon a sorok között olvasni egyik oldalon se, hogy itt mind a rektor, illetve a helyettese, mind néhány azért világosan ellenzéki beállítottságú oktatónak a nyilatkozata azért átlóg ebbe a bizonyos párpolitikai térfélbe. Vagy részbe. Én ezt egy kicsit túlzónak, és azt gondolom, hogy talán ebbe egyetértetünk, hogy ez az egész csörte nem szerencsés marketing szempontból is az egyetem. Most. És milyen a visszhangja az önök kitűzött kiáltványának? Igen, megesett egy pár diák egyébként ez a kiáltványal, hogy ők nem akarják kihelyezni ezt. Ebben lehet a félelem is, vagy akármilyen más szempont is. Azt mondtam, hogy ha ők ezt erre szánták, de nem helyezik ki, akkor kihelyezem én. Nem vagyok már diák, és nem is félek a jelenlegi politikai vezetéstől, sem egyik oldalról, sem másik oldaltól, és azt gondoltam, hogy megtehetem ezt, hogy kihelyezem, és ezért helyeztem ki ezt a petíciót. Nagyon soknak tetszett egyébként, nagyon sok volt diák osztotta meg ezt, és a Facebookon, és akár más helyeken, és azt mondták, hogy nagyon tetszik nekik ez a hozzáállás. És mit szólt a rektor megnyilvánulásához? Megijedt fenyegetésnek éreztek? Én kérdezem. Látja, hogy nem hagyja magát. A rektornak aztán van egy feladata ebben, hogy kivizsgálja ezt a kérdést. Szerintem ez feladata a rektornak ilyen esetben, mert a helyettes azért mégiscsak egy intézményt képvisel, nem csak egyszerű egyetemi tanárként szólal meg, hanem intézmény képviselőjeként szólal meg, és feladata lenne, hogy kivizsgálja ezt. A szenátus egy remek lehetőség lenne egyébként szerintem. Oda megkérhetnék, még egyszer mondom, ezt a hangfelvételt, lehetne játszani, hogy konkrétan mi hangzott itt el, és akkor de ezután lehetne egy döntést hozni ebben a kérdésben. Miért fontos ez, hogy ennyire kihegyezni ezt a dolgot? Én nem látom ilyen szinten én a vizsgálatnak, és akkor azért, mert... szerintem az ellenzék szempontjában, bocsássak, nem a pártpolitikai, ugye most egy pártot képviselsz, és akkor annak egy nagyon jó alkalom megnyilvánulni. Én mindig ezt szoktam mondani, és visszatérünk arra, hogy a tüntetések is ugye rárepültek a pártok a szakszervezetre, a szakszervezetek mondták, hogy köszönöm, én nem kérek belőle. Tehát én azt gondolom, hogy és a pártok föl is karolják ezeket, mint hogy a néhány hallgatónak volt véleményű, nem tette ki, kitehette volna nyugodtan, de a párt az alá nyúlt. Már miért olyan fontos ez? Nekem a rektor úr nyilatkozatában van egy elem, ami nagyon erősen rímel a mostani kormányunknak számtalan nyilatkozatára. Ez az 1800 kollega közül 67-en írták alá. Egyrészt ez a 67 ember egy-két kivételtől eltekintve tanszékvezető, dékán, professzor emeritus, emerita, tehát komolyabb rangú oktatókról van szó. Nem mintha egy tanársegéd vagy adott esetben egy tanszéki munkatárs kevesebbet érne, mint egy egyetemi professzor. Hát most már ráadásul több, mint a duplájánál jár. A utolsó számok szerint 180 fölött van valahol, ami természetesen az 1800-nak még mindig a 1%-a, tehát vagy 10%-a, most te vagy a közgazdász, elnézést kérek. De ennek ellenére ezt így rektorként kimondani,
hogy amit 67 professzor aláírt egy egyetemen, egy elég konkrét nyilatkozatot, és ezt ilyen módon banálisan, és hogy úgy mondjam, lekicsinylően kezelni, ez mindenképp problémás. De... Ezt egy intézményvezető nem teheti meg. János, nekem is ez az erőből politizálás. Igen, eszembe jutott az éppen, amikor mondtad, hogy néhány hallgató megkeresett, tehát néhány hallgató a 28 ezerhez képest, ugye néhány. Már nagyon rég volt az a 28 ezer. Hát akkor 23, nem tudom pontosan mennyi, de... Fontos annak a néhánynak is a véleményet. Ez csak azt akarom mondani, de a nagy többséghez képest mégis egy elenyésző minoritás, jó, és akkor igen. Lehet, hogy ilyen indítatásból mondta. Akkor hogy ők őket bárkinek ezt, hogy nekik mi a véleményük erről? Nem, volt erről diskurzus vita, vagy valami? Tehát erről nem volt semmilyen vita. A rektor ezt szeretné. Ennyi, amit eddig tudunk ebben a kérdésben. Tehát ugye én csak ezt arra mondtam, hogy mondtad volt, hogy néhány hallgató megkeresett, és azt közé tetted. Erre csak számszaki szempontból mondom, hogy a néhány hallgató ugye elenyésző százaléka a 23 ezernek, ugyanúgy, mint a néhány oktató is. Nyilván súlyuk van ezeknek az oktatóknak, ahogy mondod. Fajsúlyos oktatók. Tegyünk itt most pontot, és akkor lássuk majd második témánkat. Volt egyszer egy fiú, aki azt találta mondani a parlamentben, a kormány hazudott. Akkor, 1990-ben erre mindannyian fölkaptuk a fejünket. Ma már senkinek föl se tűnne. Igaz, azóta ez a fiú lett a kormány feje. Pár éve ő hirdette meg egy nyári egyetemen, hogy lejárt a politikai korrektség ideje, nevezzük nevükön a dolgokat. Egy ideje, a másik oldal is engedett a miniszterelnök felhívásának. Egy 19 éves gimnazista lány például tüntetési beszédében a köztársasági elnököt bajszos f***nak nevezte. Az összes fideszes képviselőnek pedig azt üzente, hogy álljon hátrébb egyel és magát. Nem késett a válasz sem. Bájer Zsolt egyszerűen kretén barom állat szerencsétlen nyomorult ócska rohadt kis prolinak nevezte a lányt, ami egyébként tőle nem túl meglepő. Bencsik András még jobban fölhergelhette magát, egyenesen ribancnak titulálta a lányt. Blanka a második körben elegánsabb volt. Azt mondta, a fiúk úgy viselkednek, mint az óvodások. Végletesen eldurvult a közbeszéd? Ki kell majd sípolni a nyilvános beszédek jó részét? A finom irónia már hatástalan? És komolyan gondolta-e Orbán, hogy beszéljünk teljesen nyíltan, vagy ez csak a barátaira vonatkozik, a bírálóinak tilos? Akkor hadd kezdjem egy köszönettel, hogy itt nem káromkodnak, de egyáltalán szoktak? Kinek káromkodnak? Néha, igen. De igen, úgy... Igen. Nem cifrán, tehát csak úgy kicsúszik az ember. Nyilvánosság előtt is előfordul? Nagyon ritkán, hogy kicsúszik, mint olyan kalapáccsal ráütök az ujjamat. Nyilvánosan ráütök az ujjamat. Márk? Hát természetesen, én azt gondolom, hogy néhányszor van ennek helye, hogy belefér, ha nyomatékosítani akarok valamit. Azt, hogy most hol van ennek a határa, ez egy nagyon nehezen meghatározható dolog. Én azt gondolom, ha erre fut ki a dolog, már pedig gondolom, igen, hogy a Nagy Blankának ez a megnyilvánulás, ez túl erős, én ezt nem tartom helyén valónak ebben a kontextusban. Sem. Fiatal ember, hogy állok. A nyelvünk az alkalmas arra, hogy cifrázzuk a káromkodásainkat is. Hát szerintem Nagy Blanka és Bájer Zsolt együtt tesz azért, hogy a kultúránk az, és a politikusunk az egyként folyamatosan csökkenő tendenciáját tovább csökkentse. Tehát egyébként több más ilyen dolog van, ez elmúlt években tapasztalható volt, tehát a hazárlózásnak a fokozódása már a parlamentben is hazárlózzák egymást egyik-másik oldal egyaránt, vagy a másik pedig a közbeszédünkben és a politikai kultúránkban tartozó erőszaknak a megjelenése, akár a kopaszokkal lehet gondolni, akár a MTV-n tapasztalt eseményekre, ami szintén rombolja a mindennapos politikai kultúránkat. Bár ha már itt tartunk azért az önök kiáltványának, amit az egyetemre szögeztek ki, azért ott abban is volt egy-két vaskos abban is megjegyzés. Volt a szerintem én önmagában azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül jó. Hogy ez megvan a politikai kultúránkban, de a dühöt egyébként megértem mind a két oldalról egyébként. Bájer Zsolt ugye ebből él, Blanka pedig van benne egy düh. Hát ebből fog élni. Tehát. És akkor ha már a hazárulónál tartozunk, az mondjuk a hazáruló az egyelő káromkodás? Nem, ez egy nagyon-nagyon sértő kifejezés, ami szerintem senkivel szemben sem korrekt. De mint minden ilyen sértő kifejezés, ezért inflálódott az utóbbi években, most már nagyon könnyen rámondjuk mindenkire, ahogy ez itt el is hangzott. Még ki se kell sípolni. Elnök úr, miniszterelnök úr mondja, hogy őt is ugye, mikor szájára veszi valaki obszcénabb mondom, mondja, hogy nem esik jól neki, tehát épp a napokban olvastam egyet, nyilván senkinek sem. És jó lenne, hogy nem csak a közbeszédet, hanem a hétköznapi beszédet is visszaállítani, visszaperelni, mert tényleg olyan gazdag a nyelvünk, hogy mondod, mindent ki lehet fejezni. Káromkodásban is gazdag szerencsére a nyelvünk egyébként. Viccek is vannak erről, hogy mikor a huszár megbotlik a küszöbön, és hogy elkezd káromkodni, és ő nyerte a versenyt, és még be sem ment a versenybe. És akkor ez azt jelenti, hogy se közszereplőnek, meg senkinek nem kellene. Nem lennék ennyire szigorú.
De hogy mondjuk azzal, nem tudom, hogy mondjuk Nagy Blanka esetében ő mennyire vált volna ennyire címlapsztorivá, hogyha nincs benne a beszédében ez a néhány frázis. Ebben én megbocsátom ezt neki könnyen, mert egyébként nagyon derék az, hogy valaki fiatalon kiáll és vállalja a véleményét. Ehhez kell bátorság. És hatásosan, mert úgy festett, mint aki tud beszédet írni, beszédet elmondani. Hát, ami azért megírva, segítettek neki valószínűleg a beszédet. Miért tartom abban? Csak gondolom. Problémának, hogy nem gondolsz sem, persze. Én örülök, hogy van valaki. Komoly politikusoknak vannak beszédíróik, tehát azért... Ezért ne kövezzük meg. Persze. Az... Tehát akkor ez lehet a reklám fogások közül az egyik? A provokáció, akár... mint figyelemfelkeltő eszköz, az szerintem egyidős azzal, amióta reklám, vagy nem tudom, valamit a figyelem létezik. Valahogy különböztetni, megkülönböztetni a terméket, magunkat, másoktól, ez egy bevett fogás. Még ha az negatív is. Csak beszéljenek róla. Így van, úgy szokták mondani, hogy mindegy, a politikusok, hogy van, aki, ahogy mondod, lemegy egy szint alá, és mindegy, csak valamit írjanak, mert hogyha nem írnak, akkor nincs benne a közéletben. Én nagyon, nagyon szomorú, és bizonyos szempontból szégyellem ezt kimondani, de szerintem Nagy Blanka ugyanúgy, ahogy az elmúlt évek hasonló ilyen hirtelen fölkapott embereivel együtt, valószínűleg néhány hét múlva már nem sokan fogunk erre emlékezni. Én azt gondolom, hogy ez még, ha ő ezt komolyan gondolja, akkor bőven tehet azért, hogy ez ne így legyen. Nem az egyik heti lapon címlapfotó, hobban hozzák, a Guardianben magyarázzák, hogy ki is az a Nagy Blanka, azért egy brit lapban. Ez jó, igen. Bár ott az O1G-t is magyarázzák éppen ugyanabban a cikkben. Na most ez hogy van ez a rövidítés, hogy akkor ez mehet? Hát az sem már ilyen kriptofideszes leszek ezen a gondolatban, de alapvetően én nem szeret, hogy én boldogabb lennék, hogyha nem ilyen frázisokkal kellene kifejezni. Tehát sokszor tényleg, ahogy mondta a Nagy Blanka, ugye, ahogy ott a köztévénél viselkedtek a parlamenti képviselők, ugye lefeküdtek, fejükre teszik, szóval nem, hogy kontraproduktív, nevetséges, mert tényleg, mint az óvodások. Tehát igen. Szerintem ez zavar téged, meg engem is. Az egész köztévés jelenet elvette a lényegről a figyelmet, tehát ott a szocialista DK-s, meg a jobbikos politikusoknak a rárepülésre, mégpedig az, hogy szerintem a köztévé nem tölti be azt a funkciót, amit igen komoly, hogy mondjam, közpénzből el kéne, hogy lásson. Uh-huh. És egy kabaré jelenet. Ott is egy ilyen figyelemfelkeltés lett volna, és azt gondolták, egy jó ötlet. Még is beszélték, hogy milyen jó ötlet lesz majd, hogyha... Ez borzasztó. És akkor ki kell valahogy látszani, tehát vagy ilyen, vagy olyan eszközzel. Ahhoz Blankához egy mondat, hogy az sok fiatalnak a figyelmét felkelt a politikára. Egy pozitív dolog ebben az egészben, mert sok fiatal tényleg úgy gondolja, hogy őt senki nem szólítja meg a politikában. És a fiatalok ennyire káromkodnak? Nem a káromkodás, hanem a személyes fiatal példájával. Hogy ő kimer állni, és azt mondja, hogy nekem ebben az egészben elegem van. Ez egy pozitív hozadéka ennek az egész történetnek. Kicsit más szlenget használnak, mint mi. Tehát a fiatalok, ahogy finoman fogalmazom. Tehát belefér. Akkor a Blankát megbeszéltük, hogy akkor a fiatalokat esetleg megszólíthatja ezzel az erőteljes beszéddel. Más pozitív nem annyira van. Bájer Zsoltán ki azonosul vajon? Nagyon sokan. Ez egy jó nagyon sokan. Hallgatom egy nagyon objektív rádiót, a Karc FM rádió. És akkor szobra egy. Igen. És akkor abban nagyon sok betelefonáló van, aki egyetért a Bájer Zsoltán, főként az idősebb korosztály, és ugye válogatott szavakkal. És nekik azt tetszik. Nagyon tetszik, sőt a Blankát is válogatott szavakkal küldték el, melegedni. Ja, azt hittem, hogy most már nem tetszik. Az nem tetszik. Jó, hát ez egy nyilván egy dogmatikus kérdés, hogy akkor ki írja mit. Fideszes szavazó tábornak az egyik első számú véleményformálója, ugye a Bájás volt évtizedek óta szerintem, és azért az ő felelőssége mégiscsak nagy ebben, hogy a politikai kultúra idejutott. A kisfilmünknek az elejére, hogy ugye egy korábbi 90-es évek elején létezett fiatalember is igen erőteljes kifejezéseket használt az ő beszédében, hogy akkor ez elérheti azt a célt, hogy ez mozgósít, ez változtat. Ő azért sosem használta. Hogy legyen Blankából az Orbán Viktor, amit a bejátszásban idéztek Orbántól, ezzel le kell szögeznünk, hogy a kormány hazudott, ezt ugye az Antal kormányra értette. Igen. Ez akkor egy merész kijelentés volt, ahogy ez ott is elhangzott, ez manapság ugye hát nem üti meg senkinek az inger küszöbét. De hogy a ruszkik haza, ugye, az mi volt ugye? De hát az, hogy ugye ez a Orbánnak ez a kijelentése, ez egy olyan időszak után volt, amit az egypártrendszer jellemzett, és abban az időszakban nem lehetett ilyeneket sem mondani. Tehát egy merész tett volt valóban. Én biztos abban az időben szimpatizáltam volna Orbán Viktorral, és most már kevésbé. Uh-huh.
De hát akkor ez hatásosabb tud lenni ezek szerint még. Tehát egyre magasabbra kerül az életet. De ez nem az obszén kifejezésekre, nehogy abba az irányba menjünk el, hanem gondolom, hogy... egy bátrabb kiállás. Határok fokozatos keretének növelése, hát ez ami a politikában mindig bejön, tehát azt mondják. Jó, de akkor ennyi erővel holnap meg nem tudom, nyilvánosan agyonverem, aki nekem nem szimpatikus, mert ez még provokatívabb, mint a káromkodás. Vannak olyan minimum, hogy be kell tartani mindenképpen, és ez nincs benne már, amit a mai politika jelenti. De Trump is egész messze elment a választási veszédében is, és sikeres volt ebben. És éppen ma láttam egy összefoglalót arról, hogy magyar fiatalemberek, akik még úgymond névtelenségből kezdtek fölemelkedni, egy-egy ilyen erőteljes beszórása, akár a Loper Dániel féle hazaárulózással, micsoda karriert futottak be, hogy úgy kitűntek, és egyszer csak elkezdett emelkedni a karrierjük. És akkor... egyébként is biztos, hogy helyük lenne a politikában, tehát a beszéd nélkül is az csak egyik összetevője a közszereplésnek. Még azt mondom, nem is a legfontosabb, hanem mit gondol, hogy cselekszik, tehát ez sokkal fontosabb, mint hogy éppen hogy nyilvánul meg. Nyilván a média miatt ez nagyon fontos egyébként, de ugye ott vannak közösségi portálok, tehát számtalan lehetőség van, hogy megnyilvánuljuk a gondolatait, kifejezze. Elolvastam most a Bayer akkori cikkét a Loper Dánielre, mert megvédte a Loper Dánielt, hogy igenis igaza van, és igenis hazáruló a miniszterelnök. Ugye akkor megvédte, most pedig teljesen más az egyetemi politikai. És most újabban MÁV kommunikációs vezető a Loper Dániel, csak esetleg valaki nem tudná. Korábban meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek a kommunikációért felelt, hát így is lehet. Mégiscsak Ő benne volt a politikában korábban is. Fidesz ifjúsági tagozat vezetője volt. Kommunikációs szakmában teljesedik ki, úgy tűnik ezt akartam ezzel kifejezni. De hogy egyébként meg a szélsőségekre reagál úgy inkább a közvélemény, tehát hogy ezek... De a hírek is miről szólnak, nem a pozitív eseményekről, hanem itt halt, meg ott lőtték, véres gyilkosság. Amit mindig fájlalunk, igen. És sajnos, hogy ez a kitűnés... És akkor most már bekanyarodtuk a két választás évben, hogy akkor ez egyre borzasztóbb lesz innentől hát fogva, biztos, most már csak fokozódik. Lesz még ilyen, igen. Nem tudom, hogy meddig megyünk el, de lesz valószínűleg egy-két meredekebb kanyar még. Hát nagy az olyan, akkor még növekszik egyébként a tét is a politikában is, és egyébként akár a média bármely más területén is. Keresi mindegyik oldal, főként az ellenzék azt a lehetőséget, hogy hogyan tud teret nyerni, bekerülni a hát én azért úgy látom, hogy a Szegeden például ősszel már azért elkezdték próbálgatni, hogy akár a polgármester ellen, akár munkatársai ellen. Mondom, az ellenzék, az a helyi ellenzék. Ja, hogy a helyi ellenzék, jó, persze, mindig elfelejtem. Utólag jött már ez a gondolat, hozzátartozik. Akkor jöjjön most szünet nélkül a mai harmadik menet. Az akadémia amúgy önálló maradhatna, az észt oszthatná, de a pénzt az Innovációs és Technológiai Minisztérium osztaná. Nagyjából ezzel állt elő a kormány az idei költségvetés kapcsán. A kutatóintézeti támogatásokat elvonná az MTA-tól. Az akadémia élesen ellenállt, de attól nem zárkózott el, hogy kutatóit, intézeteit nemzetközi mércék alapján minősítsék. Más kompromisszumos javaslat is született, a Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatója például felvetette, hogy minden héten két napot a kormány megrendelésére kutatnának. Merevel utasításra talált. Különös, hogy a kormányból épp az a Palkovics László az illetékes, aki maga is tagja a tudományos testületnek. A múlt héten órákig tárgyalt a kutatóintézetek főigazgatóival. Igaz, ők utána elmentek az elnökhöz, elmondták, mit végeztek, és megegyeztek, hogy továbbra is egységesen lépnek föl. Ez minden esetre a kompromisszum keresésére utal. És az is, hogy az akadémia tegnap visszakapta elvett pénzének egy részét. 3,3 milliárd forintot biztosít a kormány az ez évi lendületprogramra, amelynek pályázatai már meg is jelentek az MTA honlapján. Ám ugyancsak tegnap az akadémiai intézetek szakszervezeteinek 200 tagja követelte, tartsák tiszteletben az akadémia függetlenségét, és a kutatóintézeti hálózat maradjon egyben. A kormány tehát mintha hajlana a kiegyezésre. Ám ebben döntő szerepe lehet a tekintélyes tudományos testület kemény kiállásának. Mint egy vastag vessző, csak akkor hajlik, ha erővel találja magát szembe. Vannak-e akadémikus ismerőseik? Mit szóltak hozzá? Már bólogat? Vannak, hát én sokat dolgoztam itt a bölcsészkaron, és
Nyilván ott is kapcsolatba kerültem jó néhány olyan kollégával, akik az egyetem mellett az MTA ilyen-olyan kutatóintézeteiben dolgoznak, illetve a Szegedi Egyetemnek számtalan a Magyar Tudományos Akadémiával közös kutatócsoportja, kutatóintézete van, illetve itt Szegeden működik az MTA, Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, ami szintén sok számon kapcsolódik az egyetemhez, úgyhogy ez így a város életét és is erősebb befolyásolja. És véleményt nyilvánítani? Vagy legalább így négy szem közt? Mernek, a négy szem közt sokan nyilván, de amúgy azt gondolom, hogy ezért a kutatók, tudósok vannak annyira bátrak és nyíltak, hogy ezeket többnyire mondják. És akkor mi hangzik el? Az hangzik el, és elég sok olyan vélemény is elhangzott az utóbbi mondjuk fél évben, amióta ez az MTA dolog megy, hogy akik egyébként nem titkoltan jobboldali elkötelezettségűek, hogy itt azért túlment a kormány egy határon. Ugyanennél az asztalnál Pál József professzor úr, az olasz tanszék volt vezetője, professzorok Batthyány körének tagja, és azt mondta, hogy valóban nem volt szerencsés a szegedi Fidesz alelnöke, hogy nem volt szerencsés, hogy a kormány ezt egyeztetés nélkül elkezdte. Kiállnak a professzorok, jelzem a professzorok Batthyány köre kapcsán, hogy annak az alapítója, a Solymosi Frigyes szegedi vegyész professzor tavaly hunyt el, ő maga kilépett belőle, mert úgy látta, hogy ez a szervezet nem tölti be azt a funkciót, azt a konzervatív, kritikus, de alapvetően a kormányzást, a konzervatív kormányzást segítő szerepet, amit eredetileg szántak, mert alapvetően János is bólogatott az előbb, hogy hallja a véleményeket. Igen. Beszéltem akadémikus barátommal, intézetvezető, és mondja, hogy hát főként az a gond, hogy még nem kiforrott a kormány szándéka, tehát nem látják pontosan, mit akarnak. Én értem a kormányt is, hogy szeretné az, hogy amire pénzt ad, és ez már régi törekvése is, több területen is ugyanígy van, hogy amire pénzt ad, azt szeretné valahogy kontrollálni, hogy elfolyik-e a pénz, vagy pedig hatékonyan használják föl. És épp ezért van az, hogy nem az akadémiára bíznák, hanem... De ez most megint oda vezet, ahol az egyetemnél is voltunk az előbb, hogy a függetlenség az egy nagyon fontos dolog, ugyancsak a tudomány és a kutatási helyeknek a függetlenség. Igen, de politikusok döntsék el azt, hogy melyik kutatás hasznos és melyik nem, ebből szerintem nem fog teremni semmi olyan, ami a tudományvirágzás. Meg milyen kérdés volt ez a két napot kutattunk az állam számára. Azon meglepődtem. Hát az szerintem vicc kategória volt, hogy hát annak kicsit erős. Edvin. Elefánt a porcelánból, azt látjuk szerintem megint, tehát a kancellárok kapcsán, a CEU elődözése kapcsán, akár a klik kapcsán is annak idején, tehát belenyúlnak egy területbe, ami egyébként nagyon bonyolult, nagyon összetett, és legalábbis az első két évben csak káosz szül, ami ezek kapcsán történik, és szerintem ez semmi nem vezet, semmiképp nem szolgálja nemzetnek az érdekét, nem szolgálja, csak még inkább árt neki, és azt látom egyébként, hogy nagyon sok fiatalt is elvív azt ez attól, hogyha már a professzorokat is betámadják, akkor mi számítsanak ők fiatalként, pályakezdőként, akármilyen akkor ez területen. Akkor kérdés, hogy akkor mi akarjuk megszabni, hogy melyik irány, meg mennyi. Tehát kérdeznek amit nem befolyásolhatnak. Mert hogy amit... kutatni mindenki azt kutat, amit akar, és így is a kutatásokra, például a Biológiai Kutatóintézetben a 80% vagy 75% a pályázati úton megy a forrásoknak oda. Most a 25%-ról van a vita, hogy ezt is pályáztassák-e vagy sem. De én azt gondolom, hogy erre megvan a költségvetési forrás, és ennek keresik a hatékony elosztási módját. Én azt gondolom, hogy erről van szó. Nekem ez így jól hangzik, és mindent el lehet egyébként ilyen szépen mondani, de nekem továbbra is az aggályom, hogy itt politikusok fogják eldönteni azt, hogy a tudósok mit kutassanak. Éppen az, hogy mi a hasznos, és mi, mert amit elmondta János, ez teljesen rendben van. Én pedig azt látom, hogy... A gondos gazda, aki igen, nem hagyja, hogy hülyeségekre fecsérjenek. Én azt látom, hogy az innovációt pontosan a miniszter volt, és a Palkovics miniszter volt. Ugye aki azért, ugyancsak tehát, akadémikus. Akadémikus, igen. Az mondjuk, nem volt szerencsés, hogy nem ment el akadémia közülésre, mert neki is ott kellett volna azt mondják az akadémikusok lenni, mint akadémikusnak, de hát ez ő tudja, hogy miért ezt a politikai húzást tette meg, de biztos, hogy a kormányzati szándék az, hogy az innovációt az erősítsék, az arra való pénzt, a gyakorlatban átültethető kutatásokat. Nyilván az alapkutatásokat is, épp a Nárai Szabó Gábort hallottam valamint, és mondta, hogy alapvetően nincs gond ezzel a finanszírozással, mert máshol is vannak olyanok, hogy nem az akadémia finanszírozza az egyes kutatási területeket. Hát, ha jól értem, akkor azért a kutatók nem így látják.
Már csak az a kérdés, biztos, hogy bizonytalanság, tehát azt kell megmutatni, hogy biztos bizonytalanságot szül az, hogyha minden évben pályázni kell, akár a munkabérre is, és akkor ugye hogy vegyen fel mondjuk egy fiatal kutatót, és hogy jöjjön haza egy fiatal kutató, ez akkor, egy hogyha... Tehát, mint ahogy mondtad volt, hogy nagyon és bonyolult... És meg se értik a... Én is csak így, amit kívülről hallgatok. Láttam, meg egy kicsit igen. Ugye, amit belelátok a dologban, de minden ilyen bonyolult egyébként, mert a, hát akkor az egész ezzel egyetem, az egészségügy, tehát minden egy nagyon finom minden rendszer. Bonyolult voltam. Bízunk majd. A pozitív végkifejletben ebben a témában is, mert ez még nem látszik semmi jó még jelen pillanatban. Nagyon szépen köszönöm, akkor bízzunk a pozitív végkifejletben. Önök a Szabad Szájat, a Szeged Televízió véleményműsorát látták. Jövő pénteken újra jövünk 3 új vendéggel és 3 új témával. Viszontlátásra!